Szép estét kívánok mindenkinek! A mai nap nem tudtam csendben maradni. A mai nap úgy gondolom mindenkit megérint, aki ezt a nyelvet beszéli, és akiben magyar szív dobog. Azok, akik a 100 évvel ezelőtti döntés után kívülre kettünk a országhatárokon, és vagyunk ebből sokan, a bőrünkön éreztük meg ennek a döntésnek a következményeit. Nagyon köszönöm a jelenlétet. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan ma este ezt a webkonferenciát választották, és nem a televízió nívós adásait, mert a mai nap itt interneten követtem az eseményeket, és láttam, hogy a mai nap tényleg valami szívdobogtató, valami nagyon, de nagyon fontos üzenetet és érzéseket közvetített a világ magyarságával. Amikor Trianonra gondoltam, már bocsánatot kérek, de nem tudtam nem a DHS-sel összekapcsolni, mert ha a Trianon nem volt egy DHS a magyarság életében, akkor mi más lehetett az? Voltak nagy tragédiáink. Volt ez az ország három részbe szétszakadva. De azt a DHS-t, amit Trianon jelentett a történetünkben, azt semmi máshoz nem tudnám hasonlítani. Lehet azért, mert ennek a következményeit érezzük a bőrünkön még mindig 100 év után is. Lehet, hogy a 1526-os mohácsi vész után is ugyanígy éreztek a magyarjaink, de pontosan a történelmünk adja azt a reményt és azt a hitet, hogy mindenre és mindenre van megoldás. Nem csak a biológiában, hanem a mi életünkben is. Ha vannak olyanok, akik esetleg nem tudják, hogy mi az, hogy DHS, hát akkor mondanám, hogy ez a Dirk-Hamer-szindróma. Az a tünetegyüttes, amit Hamer doktor a fiáról nevezett el, Dirk Hamerről, akinek a halála indította el Hamer doktorban a heredaganatot, és ennek megoldása indította el Hamer doktort abban, hogy felfedezze, hogy mi is a rák vastörvénye, milyen körülmények között indul el valamilyen biológiai program a szervezetünkbe. És miről is szól a történet? Mindig egy drámai, valami, ami érzelmileg nagyon megérintett, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezett, és egy nagyon súlyos érzelmi megrázkodtatásról van szó. És a probléma az, ha ezt magányosan éljük meg, és benne maradunk a konfliktusban. Ezek a váratlan események az agy közvetítésével szervi elváltozást indítanak el, és a probléma az, ha benne maradunk a konfliktusban, és nem oldjuk meg érzelmileg azt, ami érzelmileg rázott meg minket. És tudjuk, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, rögzülnek a körülmények, a környezet. És ezután már csak a sinek jelenlétében is elindulnak az értelmes biológiai különprogramok. Nem tudom, hogy csak én érzem, hogy a mondataim mögött újabb értelmezések ébrednek fel a mai nap bennünk. Mert igen, magányosan éltük meg mindazt, ami velünk történt 1920-ban, és bár várható volt az a fajta megtorlás, amit a legyőzöttekkel végeznek, de ilyen megtorlásra a világon nincs még egy példa. És ez lelkileg mindenkit megérintett. Igen, aznap Budapest feketébe öltözött, az újságok fekete gyászkeretben jelentek meg. Fekete zászlók lengtek. És egyszerűen nem csak Budapesten, hanem
az egész magyar királyság területén élő magyaroknak egy olyan döbbenetes változást okozott ez a 1920, hogy még unokáik is, és mi dédunokák is ettől még szenvedünk. Azért szenvedünk, mert benne maradtunk a konfliktusban, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebből a konfliktusból ideje lenne kilépni, ideje lenne lezárni, és akkor erőt és kiutat találnánk abból a DHS-ből, aminek a mai nap csupán az az üzenete van számomra, hogy vajon mit tanultunk belőle. Mert bármikor egy váratlan esemény ér engem, akkor kimondom néhányszor azt, hogy ez van, már akkor kívülről nézem a történteket, és utána el tudom fogadni a dolgokat úgy, ahogyan vannak, mert megtalálom benne a tanítást. És ezt az ötödik természettörvénynél remélem mindannyian meg fogjuk találni. Mint ahogy mondani szoktam, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és itt viszont az egyetlen valóság a nemzet megélése volt, és pontosan ezért van az, hogy mivel a betegség sem oldható meg a beteg nélkül, ezért ez a helyzet sem oldható meg a nemzet nélkül. És a nemzet ebben a pillanatban is hiába vagyunk szétszakítva, mint ezen a térképen, egy magasabb szinten még mindig együtt van. Tudjuk, hogy két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, és van egy konfliktus aktív és egy megoldási szakasz. A DHS után kérdés, meddig maradunk a konfliktusban, ugye, ez meg fogja hozni a biológiai választ, vagyis azt a segítséget, amit a biológiánk nyújt számunkra, hogy megoldjuk a helyzetet. És amikor érzelmileg is megoldjuk magát a konfliktust, akkor a biológia helyreállítja önmagát, ez lesz a megoldást követő fázis, az exudatív, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Nos, mi van akkor, amikor ezt a történelmünkre vetítjük le? Hát akkor is két szakaszban zajlik le minden, Trianon után is, csak az a probléma, hogy nem egy dolog zajlott le, hanem sorozatba jöttek még hasonló történetek. Mondom, hasonlóak. Mert az első világháború után és annak lezárása után azért jött egy megoldás. Jött egy olyan miniszterelnök, aki, hát hogy mondjam, összetudta szedni a maradék országot, ami eleve halálra volt ítélve. Azt kellett aláírja a trianoni béke szerződésben, diktátumban, hogy elköveti az öngyilkosságot. De mégis túlélte ez a nemzet azt a katasztrofális helyzetet, amiben belekergették és belekényszerítették a nagyhatalmak, akiktől annyi minden szépet és jót reméltünk. Az exudatív fázisban mindent helyrehoztunk, de mire rendbe jött volna az ország, már jött az epileptoid krízis, a második világháború. És ezután is kihevertük ezeket a fájdalmakat, és aztán utána jöttek még egyéb dolgok, 56, és megtorlások, és megint egy kis javulás, megint egy kis rossz. És kérdés, hogy mikor fogjuk érzelmileg lezárni azokat a fájdalmakat, amiket 100 év alatt elszenvedtünk. Meddig akarunk ezekre a dolgokra fájóan emlékezni, és mikor fogjuk megtanulni mindazt, amire ezek a történetek minket meg szerettek volna tanítani. A túlélés érdekében tudjuk, hogy biológiailag vagy sejtet építek, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok a konfliktus aktív szakaszban és a megoldásban. Ennek a fordítottja történik. És mi történik velünk egy-egy nemzeti katasztrófa után?
Hát vagy szaporodunk, vagy kivándorlunk, vagy gondolkodást változtatunk és beolvadunk. Kérem szépen, lehet választani. Mindenki egyénileg dönti el, hogy megy vagy marad. Mindenki egyénileg dönti el, hogy hova tartozik. Ez mindenkinek a legbelsőbb és legmélyebb személyes ügye. Csak hogy ezeket a személyes ügyeket, ezeket ideje lenne, ha tiszteletbe tartanák azok is, akik most éppenséggel játsszák az uralkodót. Azok a nagyhatalmak tiszteletbe tartanák, akik még az Európai Unió törvényei közé is beírták, hogy mindenkinek joga van a saját nemzetiségét megtartani, és meg kell adni a körülményeket ahhoz, hogy jól érezze magát a szülőföldjén, és megéljen. Csak ezek pontosan ugyanolyan üres szavak, mint amit Ceausescu alkotmányában olvashattunk. Ami ott le volt írva, az nagyon szép volt, csak semmi nem lett belőle betartva. És mindenki tudja határon kívül magyarként, hogy hogyan élte meg ezeket a hazugságokat. És most is ugyanolyan hazug világban élünk. De azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, az csak és kizárólag tőlünk függ. És mint ahogy a biológiában sincs megoldás addig, amíg a gondolkodásunkon nem változtatunk, addig a nemzet életében sem lesz semmilyen megoldás addig, amíg a gondolkodásunkon nem változtatunk, amíg nem jövünk rá, hogy kik vagyunk mi, és mi a fenét keresünk itt a Kárpát-medencében és az egész világon. Biológiai programok megoldásában nem vagyunk egyedül. Vannak segítőink, és ezek nem ellenségek, hanem segítők. Hammer doktor bebizonyította, hogy csíralemezhez kötötten segítenek a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok a biológiai programok helyreállításában. És kérem szépen, ne feledjük el, hogy most sem vagyunk egyedül. Most is vannak segítőink, még akkor is, ha más templomba járnak, ha más nyelvet beszélnek. De azok az emberek, akikkel együtt élünk ebben a földrajzi, történelmi környezetben, amit úgy hívunk, hogy Kárpát-medence, ezek a segítőink lehetnének. És lennének, ha megszavaznánk számukra a bizalmat, és ha ők is megszavaznák számunkra a bizalmat, de az oszd meg és uralkodj elve nagyon-nagyon jól működik egészen mostanáig. Én úgy gondolom, épp úgy, mint a szeretet arról szól, hogy először adok, és aztán kapok, ezt a bizalmat nekünk kell megelőlegeznünk mindenkivel, akivel együtt élünk itt a Kárpát-medencében. Sokkal jobban át tudom érezni ezt a helyzetet, mint azok, akik a nagy piros területen születtek. Én a piros és a lila terület szélén születtem. Én megtanultam egy számomra idegen nyelvet, a román nyelvet. És megtanultam azt, hogy csak kétféle ember létezik. Gaz ember és igaz ember. És teljesen mindegy, hogy ki milyen nyelvet beszél. Nem nemzetiségtől és nem hittől függ az, hogy ki milyen ember. De az az érzésem és az a meggyőződésem is egyben, hogy nekünk, magyaroknak az a feladatunk, hogy a feltétel nélküli elfogadást megtapasztaljuk és gyakoroljuk. Ha ezt megtesszük, akkor megkapjuk azt a bizalmat, ami jelenleg még nem teremtődött meg. Mert mindannyian együtt éltünk ebben a területen. Most is együtt élünk, csak elhisszük a papoknak és a politikusoknak, hogy mi különbözőek vagyunk. Minden konfliktusnak az alapját az az elkülönülés, az az elválasztottság adja, amit magunk és önmagunk között élünk meg. Amikor már végre rátaláltam önmagamra, és tudom, hogy ki vagyok én valójában, akkor azt is tudom, hogy a másik ember is pontosan ugyanolyan isteni lény. És hogyha ezt én számára megelőlegezem, akkor kérem szépen, ő is úgy fog viselkedni, ahogy azt tanultuk, amilyen a mosdó, olyan a törölköző. És meg kellett tapasztalnom,
hogy miután visszatelepettem Erdélybe, találkoztam olyan román emberekkel, akik szívlélek emberek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, akiknek a politika ugyanolyan hazugság, mint nekünk. Csak jó lenne, ha megfognánk egymás kezét. Ezek a nemzetek mindig hozzájárultak ennek a régiónak a fejlődéséhez. Magyarország, a Magyar Királyság mindig is több nemzetiségű állam volt, és mindig befogadó állam volt. És azok, akik ide boldogulni jöttek, azért jöttek, mert egy gazdagabb, egy biztonságosabb világról álmodtak, és találtak meg itt a Kárpát-medencében. Tudnék történelmi tényeket felhozni, főleg erdélyi vonatkozásban, hogy mi mindent köszönhetnek az erdélyi románok a magyaroknak, de biztos, hogy vannak még ilyen egyéb történetek, de itt nem az a lényeg. Most felsoroljuk, hogy mi milyen fantasztikus jó emberek voltunk, mert nem vagyok erről meggyőződve. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy nem véletlenül érdemeltük ki a nemzetiségeknek az utálatát, helyenként gyűlöletét. És ezek mindig túlkapásokhoz vezettek, mind a két oldalon. Egyszer megcsinálta az egyik, aztán megcsinálta a másik. És itt már nem fogunk utólag senkinek sem igazat szolgáltatni. Nem az a feladatunk, hogy igazságot szolgáltassak 50-100 évvel ezelőtti történetekért. Az lenne a feladatunk, hogy végre felébredjünk, hogy a gyűlölet, a bizalmatlanság nem visz előre. Viszont ha megfogjuk egymás kezét, ha egymás szemébe őszintén bele tudunk nézni, akkor, és csak is akkor van jövője ennek a régiónak. Mert ebben a régióban kérem szépen minden, de minden megvan, ami az élethez szükséges. Az építőanyagtól a földgázig és kőolajig, a víz, a rengeteg folyó és forrás, a fantasztikus gabonatermő területek, a szőlők, a gyümölcsösök, minden, de minden, ami ebben a régióban létezik, az önmagát ellátni képes, behozatalra nem szoruló régió ez. Pont azért verték szét ennyire, mert fantasztikus, hát konkurenciát jelentett a nyugat számára. És az oszd meg és uralkodj kapcsán, igen, sikerült minket egymással szembefordítani. Nagyon, de nagyon fontos lenne észrevennünk azokat a provokációkat, amelyeket fentről indítanak el. A marosvásárhelyi események során sem a helyi románok mentek neki, a helyi magyaroknak. Buszokkal szállítottak oda lerészegített, meghülyített embereket. És mindig ez a probléma, mindig ez a probléma. Szóval, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mikor ezt az 1910-ben készült térképet nézzük, amit Teleki Pál készített, vegyük észre, hogy csak ha összefogunk mindannyian, akkor fogunk valami másat megoldani, mint eddig. A történelmi Magyarország területén a pengő 6 nyelven beszélt. Igen, meg lehet nézni. 6 nyelven volt ráírva a pengőre, hogy az 10 pengő, 100 pengő, vagy éppenséggel milyen. A monarchia idején egy katonatisztnek tudnia kellett minden hozzátartozó katonának az anyanyelvén beszélni. Akkor Magyarországon élt nemzetiségeknek a megfelelő jogai megvoltak. Nagyon örülnénk annak, ha a jelenlegi határon kívüli területeken azt a jogot megadnák az ott élő magyaroknak, amit megkaptak a nemzetiségek itt, akkor 1920 előtt. Ez egy olyan valami, ami két oldaltól függ, ami attól függ, hogy milyen a hozzáállás. De ameddig ott van a félelem a szomszédokban, amíg nem akarják, nem tudjuk velük elhitetni, hogy nem határrevíziót kell ahhoz elvégezni, hogy mi boldogok legyünk, hanem annyi kéne, hogy békében éljünk mindannyian, és akkor a határok gyakorlatilag
hát hogy is mondjam, jelképessé válhatnának. Erre adott hitet, reményt az unióba való csatlakozás, csak éppenséggel az unió nem a mi érdekeinket képviseli. 1920-ban sem a mi érdekeinket képviselte, és most sem a mi érdekeinket képviseli. A biológiában tudjuk, hogy mindennek, de mindennek értelme van. Minden a túlélésért és a faj fenntartásáért történik, legyen szó növényekről, állatokról, vagy éppenséggel emberekről is. Tudnunk kéne azt is, hogy minden, de minden a történelmünkben miértünk történt. Tudom, hogy ezt ma nehéz ezt így felfogni és elfogadni. De meddig nem látjuk meg azt a lehetőséget, amit ez a szétszabdaltság hozott számunkra, addig nem fogjuk megtalálni azt az erőt, ami összetart minket. Az összetartozás ünnepe július 4-e 10 éve. Nagyon örülök annak, hogy ezt 10 évvel ezelőtt így meghatározták. Mert végül is pontosan arra mutat rá, hogy mi a cél, és mire kéne figyeljünk. Mert mindig mondom, amire figyelsz, ott a valóságod. És ha nem így teszünk, kipusztulunk. A magyar gondolkodás, az kérem szépen egy másfajta gondolkodás. Mindig valamivel a többiekhez képest kilógunk a sorból, de nem azért, mert különbek vagyunk, hanem mert másképp vagyunk bekötve. Ez nem jelent se pluszt, se minuszt. Ez a fajta gondolkodás pontosan a nyelvünknek köszönhető. Amikor egy beteg depresszióra panaszkodott a rendelőbe, amíg én körzeti orvosként dolgoztam, annyit mondtam neki, hogy hát mondja már meg, miért annyira szomorú, én már annak tudok örülni, hogy ezt a nyelvet beszélem. Csak nézett rám bambán. Mert ha felfedezzük a nyelvünkben lévő fantasztikus kincset, hát akkor azt hiszem, hogy nagyon elégedettek lehetünk. És ez a nyelv, és az a lélek, ami bennünk van, ez lesz az, ami segíteni fog minket abban, hogy megtapasztaljuk az összetartozást, akkor is, ha földrajzilag határokat húztak oda, ahova a Jóisten soha nem húzott határokat. Értsük meg, hogy nincs más megoldás, mint az összetartozás, és az elfogadása azoknak az embereknek, akik minket körbevesznek. Mi sem vagyunk tökéletesek. Hiába verjük három téglával a mellünket, hogy magyarok vagyunk. Meg kell mondjam, hogy engem a legnagyobb csalódás, amikor áttelepettem Magyarországra, pontosan a magyar emberek gondolkodása okozta. Mert a többségnek a gondolkodása elképesztő. De hála Istennek találtam olyan embereket a jelenlegi Magyarországon, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint ahogyan a határon kívül rekedt magyarok is, akik tudnak összefogásban és összetartozásban gondolkodni. Annyira meghűített minket a pénz és az anyag, hogy nem vagyunk hajlandók csak a magunk javával foglalkozni. Amíg ez így marad, addig megoszthatóak vagyunk, és addig egymás ellen úszíthatóak vagyunk. Nem az a kérdés, hogy ki mit lopott, mert mindig ez volt a dolog, ha valakinek valamilyen volt, biztos lopta. Itt a legnagyobb pusztítást a kommunizmus alatt a gondolkodásnak az átírása okozta. És ezért kell helyre tegyük a gondolkodásunkat. Mert ameddig ez nem történik meg, addig kérem szépen semmi, de semmi nem fog megváltozni. Befejezésül néhány gondolatot szeretnék megosztani Vas Alberttől, aki válaszúton született és Floridában halt meg. Milyen beszédes a születés helye. Ne üssebbet embertársaid lelkén, ha tiedet gondtalanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy ügyet. Az agyon tapogatott sebek mérgesednek el leghamarabb.
Ha pedig a seb körül éreznéd már a töprengések gyötrő szaggatásait, vedd elő az akarat kését, ízist föl a szellem tüzében, és vágd ki vele a lelkedből a megtámadott részt. Most ki a sebet tiszta önbírálattal, bármennyire is csípéséget, tégy rá feledés tapaszt, és úgy járj vele az emberek között, mint akivel semmi sem történt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. A csetmező továbbra is nyitva marad, és ha van kérdés, megpróbálok válaszolni rá. Írja Orsolya, hogy a magyar nép feladata vigyázna a föld szívcsakrájára. Pont ezért különbözik annyira nyugattól és kelettől is. Hát én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy nem véletlenül adta nekünk a teremtő ezt a részét a földnek, ahol a földnek a szíve dobog. Igen, aki mélyebben belemegy, egy kicsit a történelembe, és nem a történelem órákon tanított történelemről beszélek, az nagyon sok mindenre rájön, ráébred, és hál' Istennek vannak tanítóink, akik ezeket az ősi dolgokat felszínre hozzák, és elmondják nekünk. Az, hogy magyar nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket, s hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg a magyar lélek hatott a vére, és most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül, írta Karácsony Sándor. Köszönjük szépen Piroskának a bejegyzését, és hogy ezt a Facebookon is megosztotta. Én azt tudom, hogy olyan emberek, akiknek nem a magyar volt az anyanyelvük, mégis magyar ügyért adták az életüket. Nézzük csak a 48-as forradalom tábornokait. Az, hogy a magyar lélek, abban benne van a szabadság szeretete. És ha a szabadság szeretete bennünk van, akkor azt jelenti, hogy szeretni is tudunk fantasztikusan. Mert nincs szeretet szabadság nélkül, és szabadság sincs szeretet nélkül. A kettő összekapcsolódik, összetartozik. És pontosan abban van a nagyságunk, ha ezt a szeretetet meg tudjuk tapasztalni, és ezt tovább tudjuk adni. Köszönöm Kocsis Ilona bejegyzését, és ehhez csak egy előzményt szeretnék elmondani. Amikor 1985-ben befejeztem az egyetemet Marosvásárhelyen, azért már elég komoly idők voltak akkoriban. És még eljártunk a tanárokhoz éjjeli zenét adni. Természetesen én voltam a gitáros, már az előttem végzett évfolyamnak, az enyémnek, az utánam végzett évfolyamnak, szóval többször is ballagtam az egyetemen ilyen szempontból, de most a saját ballagásomról beszélve csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Transzilvánia vendéglőben volt az egyetemi bankett. A banketten elkezdték énekelni a Gaudeamust, és nem tudtam egy helyben maradni. Oda mentem a zenekarhoz, kitéptem a gitárt a gitáros kezéből, és mikor vége volt a Gaudeamusnak, a húrokba csaptam. És elkezdtük énekelni, hogy ballag már a vendiák, tovább, tovább. Ez betiltott nóta volt Erdélyben, és az egész terem énekelte. Mindenki. Utána volt olyan professzorom, aki az utolsó vizsgán elébem jött és megköszönte. Ennek annyi megtorlása lett, hogy engem nem vittek, nem soroltak be a román hadseregbe, így nem jutottam tiszti rangra, káplárként szereltem le, hatalmas fájdalom. És természetesen a Securitaténál szép vastag dossziém keletkezett,
És ezt a dossziét átadták aztán az akkori kommunista Magyarországnak is, és ennek aztán voltak még folytatásai, de ezt most itt nem szeretném elmondani. Lényeg az, hogy a bátorsághoz én úgy gondolom, hogy először is hit kell. És ha valamiben én hiszek, akkor vagyok olyan bátor, hogy ezt meg is teszem. Az a hit és az a bátorság kellett ahhoz, hogy én kilépjek a hivatalos medicina karmaiból, ami akkor is bennem volt, és most is bennem van. Kiléptem, mert rájöttem, hogy nem azt csinálom, amit szeretnék, amiért én orvosi egyetemet végeztem. Kiléptem az orvosi kamarából is, mert nem akarok olyan emberek társaságába tartozni, akik nem ismerik el az öt biológiai természettörvényt. Akik még mindig ragaszkodnak egy régi tudáshoz, amivel ráadásul többet ártanak, mint használnak. Köszönöm szépen a méltatásokat. Nem készültem különösebben a mai előadásra, mint beszéddel. Amit elmondtam, az teljesen spontán jött, úgy, ahogy most éreztem. Az előadás viszont hamarabb készült el, mint a keddi webkonferencia. Mert nem hagyott nyugodni, és örülök, hogy ez megtörtént. És nagyon köszönöm, hogy ilyen széles közönség volt kíváncsi mindarra, amit el akartam mondani. Köszönöm szépen, írja Edith, amikor átérek a határon, szinte a szívemben érzem a magyarságom. Ezt nagyon, de nagyon meg tudom érteni. Bárki, aki külföldről megérkezik a Kárpát-medencébe, érezni fogja, hogy más a levegőnek az illata. Más a rezgés, más a közérzet. Akármennyire is utálatos egy-két-három dolog ebben a térségben, ami van, de ez mégis a mi életterünk. Az egész Kárpát-medencét így kellene tekinteni. És viccesen mindig elmondom, amikor területjelölési konfliktusról beszélünk, hogy az én területem a Kárpátok gyűrűje, és ezért én mindenütt, ahol vagyok, nyugodtan tudok pisilni, kakálni, mert mindenütt otthon érzem magam. Mi lenne, ha kitágítanánk egy kicsit a területünket, legalább a Kárpátok gyűrűjéi? Mennyivel jobban éreznénk magunkat? Heltai Jenőt idézi Orsolya, szabadság tud meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg, hű becsület éhez bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Teljesen egyetértek, nagyon köszönöm Orsolya ezt az idézetet, ezt nem ismertem, de nagyon-nagyon találó. Egész nap az estét vártam, mert tudtam, hogy fantasztikus infókkal leszek gazdagabb. Köszönöm szépen. Sokat jártam külföldön, de hazatérés körül a határon mindig megdobbant a szívem. Igen, ezzel mindenki így van, akiben ott van a szülőföldje iránti szeretet. És ezt a szülőföld iránti szeretetet én úgy gondolom, hogy ezt gyerekkorba kell magunkba szívjuk, de sohasem késő. Természetesen sohasem késő. Azoknak a magyaroknak, akik messzi idegenben figyelik ezt az előadást, túl a történelmi határokon, én tudom jól, hogy a legnagyobb problémájuk a honvágy. És mekkora kín volt ez addig, amíg nem jöhettek haza. Amíg ha hazajöttek, akkor börtönbe kerültek. És mekkora megkönnyebbülés az mindannyiuknak, hogy bármikor hazajöhetnek, mert nincs részük megtorlásban. Ez már egy fantasztikus előrelépés, mindabban, ahonnan elindultunk mi még valamikor az 50-es évektől. Én azt gondolom, hogy bárhol is élünk a Földön, mi, akik magyar aggyal és magyar szívvel vagyunk megáldva, feladatunk ezt a feltétel nélküli elfogadást hirdetni, mert ez az, amit mindenki megért. Ez az, amire mindannyian vágyakoznak.
És ez az, amit az emberek többsége nem kap meg. Akkor adjuk mi meg. Nekünk itt kis hazánkban is szükség lenne kerítés nélküliségre. Erdélyben csoda volt számomra, hogy az emberek még a telküket is megosztották a vendégekkel. Szabadon átmehettünk rajta. Igen. Ez így van. Én is építettem már egy házat életemben, és nincs kerítése. Mai napig nincs kerítése. És nem is lesz. A magyar arról ismerszik meg, hogy nem árul hazát, nem gyűlöl, nem bosszúálló, nem gyilkos természetű, ezért mindenki, amikor gyűlölettel beszél, tegye fel magának ezt a kérdést. Magyar módon viselkedik-e? Dr. Papp Lajos professzor. Nagyon köszönöm, Piroska. Pontosan azt az idézetet hoztad be, amit kerestem. Nagyon-nagyon köszönöm, mert ez az, amiről valóban megkülönböztethető a magyar ember, a magyarul beszélő embertől. És mint mondtam, a lelkület a fontos, és teljesen mindegy, hogy ki hova pottyant, hova született, a lényeg az, hogy hová tartozónak érzi magát. Örülök, hogy van értelmes megközelítés a magyarságnak mostantól általad. Kedves László, nagyon köszönöm. Igen, aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Heltai Jenő. Szabadság tud meg. Szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs, se veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet. A látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tud meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem az, kinek ki volt és volt-e őse, nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije. Mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt. Többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét, a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít, hiába őrzi porkoláb, slakat. Az se rab, ki lélekben szabad. És akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dűlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. S mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold. Mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsa vásár, nem a te árud millió kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson, míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva rab vagy. Köszönöm szépen, Orsolya, ezt a gyönyörű verset, ami spontán születik, mint gondolat annak igazsághoz nem férhet kétség, hiszen szívből jön. Köszönöm szépen, Ádám, köszönöm
Bíró Zsuzsának is a bejegyzését, és mindenkinek. Milyen konfliktusról kérdezzünk? Én úgy gondolom, ha nincs konfliktus, nincs betegség, és éppen azt szeretném feloldani, hogyha még van is valami konfliktus emlékünk ott mélyen legbelül, akkor arra úgy gondoljunk, mint tanításra. Nem szivatás, tanítás volt minden, tehát köszönöm. A mai napot is majd ezekkel a gondolatokkal zárjuk le. Tavaly június 8-án érkeztem haza másfél év angliai tartózkodás után, írja Zsuzsa. Reptében kilép az épületből a ragyogó napfényre, beleszimpatottam a haza levegőjébe, és teljesen váratlanul egy hatalmas zokogás tört rá. Örömemben. Hálás voltam, hogy megadatott, hogy újra ilyen csodálatos helyen élhetek. Hát igen, ezt megint csak aláhúzni tudom. Nagyon-nagyon fontos dolgot írtál meg, Zsuzsa, és ne feledjük, hogy nem az a probléma, ha valaki kimegy külföldre, akár segíteni, akár dolgozni, akár tanulni. Eleink is így csináltak, bejárták a világot, tanultak nyelveket. Misztótfalusi Kis Miklós, ugye Tajusz Magyarus nagybánya melletti falu, Misztótfalu. Tehát ez a Kis Miklós hozta Erdélybe a könyvnyomtatás tudományát, és Bibliát nyomtatott. Mindannyian elmentünk, tanultunk, és visszajöttünk. Mindannyian kíváncsiak vagyunk, nem földhöz kötöttek. De ne feledjük el, hogy van egy hely, ahol otthon érezhetjük magunk. Én komolyan mondom, én nem gondoltam, hogy ekkora létszám fog ma este összegyűlni. Olyan jó műsor van a tévébe, állítólag. Nagyon szépen köszönöm a bejegyzéseket. Nekem nincs Erdélyben rokon ismerős, de amikor Budapesten a Kossuth téren először egy hatalmas tömeg énekelt a székely himnuszt, ugyanúgy elérzékenyültem, mint kis hazánk himnuszának hallatán. Magyar az, akinek fáj Trianon. Így van, de most már úgy gondolom, kedves Zizi, hogy az a feladatunk, hogy ebből a fájdalomból olyan erkölcsi tőkét kovácsoljunk, amely minket és a körülöttünk élő embereket egységbe forraszt. 40 év külföldön sem feledhette el, hogy ki vagyok, honnan jöttem. Köszönöm, Zsuzsa. Én köszönöm mindenkinek, hogy megismerhetem. Minden évben elmegyünk Székelyudvarhelyre és Oroszhegyre, hol a családi kereszt áll a Gordon tetőn. Ott szórjuk el hamvait a családunk elhuntjainak. Amikor megyünk, a család tagjait Székely keresztútól Csíkmaradásig eljönnek, hogy együtt legyünk és együtt emlékezzünk. Köszönöm ezt a szép megemlékezést, írja Baranyai Mártya. Minden évben elmegyünk Székelyudvarhelyre. Illa mindenkitől elnézést kérek, de érzem, ki kell mondanom, sosem esett olyan rosszul, ha itthon lebozgoroztak, mint amikor Magyarországon leoláhoztak. Ilyen is volt tisztelet a kivételnek, jelenlevők mind kivételek. Kedves Ila, ezt teljes mértékben osztani tudom. Én erre úgy reagáltam, hogy aki azt mondta nekem, hogy a román orvos, akkor tudtam, hogy azzal többet nem állok szóba. Akkor még 1990-ben így gondolkodtam. Most már, ha valaki azt mondja rám, hogy a román orvos, akkor annyit mondanék, hogy igazad van. Ezen az identitás konfliktuson túltettem már magam. Elfogadom, hogy mindenkinek van egy véleménye, és ez a véleménye a saját félelmeit tükrözi. Tehát azok, akik lebozgoroznak, azokban ott van a félelem, és tudjuk, hogy mitől. Azok, akik lerománoznak, azokban is ott a félelem, mert mikor mi átjöttünk Magyarországra, semmi hátszéllel, semmi ismeretséggel, megálltunk a lábunkon minden könyöradomány nélkül. Senkitől semmit nem kaptam. Amit áthoztam egy vagonban magammal, azzal indítottam az életem. És volt olyan, hogy a gyerekünk evett, és mi néztük, mert nem volt mit ennünk. Két orvos és egy gyerek Magyarországon, 1989. Felvidék az otthonom. Én meghagytam a fejem a kívülöket magyarok előtt.
Köszönjük szépen mindannyiunk nevében. Én is maradj románban egy buzgor voltam, Magyarországon hülye román voltam, de nem érdekelt soha. Nagyon helyes, Zoli. Igen, azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez volt a következő mondat, amit ki szerettem volna mondani, de ez van, amikor együtt dobog a szívünk, akkor valahogy az agyunk is egy rugóra jár, és akkor kimondják itt helyettem azt, amit ki szerettem volna mondani. Hát nagyon köszönöm, Gabriela. Köszönjük, hogy őrizték a magyar nyelvet, kultúrát. Kedves Márta, én, hogy mondjam, ezt nem tartanám a határon túli magyarság lét egy vele született valami. Mondjuk azt, hogy ott a felhőn, kedves Márta, én úgy döntöttem, hogy én a határon kívül fogok pottyanni, ön pedig a határon belül, de ez egy bevállalt dolog volt valamikor, még mielőtt úgy gondoltuk, hogy reinkarnálódunk biológiai testben, és azért jöttünk, hogy elvégezzük a dolgunkat ott, ahova bepottyantunk. És csak annyit kérek mindenkitől, hogy végezze a dolgát ott, ahol van. Ha nem ott van, ahol született, akkor ott, ahol éppen van. Én szerintem ez a legfontosabb. És akkor nyilvánvaló, hogy keményebb körülmények között keményebbnek is kell lenni, hogy megmaradjunk. Természetes. A gulyás kommunizmus az sok mindent megoldott rossz irányban, de mindenkit nem tudott megbolondítani. És hála Istennek azért ébredezik a teljes magyarság, és ezekre is nagyon, de nagyon jó példákat találunk és láttunk. Irona írja, hogy Trianon GNM szemmel az őseink átörökített fájdalmát segít feldolgozni. A felmenőim is értettek, és gyerekként is éreztem milyen magamban ezt a fájdalmat, pedig nem nagyon beszéltek róla. Lehet, hogy sejtszinten vagy tudat alatt öröklődik a családi érzés. A feloldáshoz nagy segítség, ha új szemmel nézek rá, a tanítás tartalma az összetartozás érzése. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ilona. Itt van Erika. Felvidék az otthonom, de magyar szívdobok bennem. A haza hol van, nem tudom, de nem is lényeges. Erika, a haza ott van, ahol éppen te otthon vagy. Ahol te otthon érzed magad. Ennyire egyszerű. Én számomra a haza a Kárpát-medencét jelenti. Persze ez hozzájárult az is, hogy már 19-szer költözködtem, és még lesz egy 20. költözködésem is biztosan, de nem az anyaghoz kötötten gondoljunk a hazára. A haza az egy számomra egy spirituális fogalom. Vannak földrajzi határai természetesen, de nem a politikai határok azok, és van egy spirituális értéke számomra, ami azt jelenti, hogy ott jól érzem magam benne. Hálás köszönet, üdvözlet minden magyarnak, bárhol is él a világban. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek a bejegyzését, és akkor is, ha megírta, meg akkor is, ha csak gondolta, mert úgy gondolom, hogy a mai nap mindenkiben azért nagyon komoly kérdéseket tett föl, és én megpróbáltam ezzel az előadással ezekre a kérdésekre választ adni. Mert mindennek értelme van, és ha megértjük azt, hogy az összetartozásnak az érzése és a megtapasztalása egy olyan erő, amit semmilyen határ nem fog legyőzni, akkor meg tudjuk érteni, hogy a fennmaradásunknak pontosan ez az áloga. Nem a földrajzi tekintetben vett magyar királyság. Nem, az összetartozás a legfontosabb. És ez lesz az, ami számunkra a jövőt biztosítja. Pontosan ez az értelme ennek az egésznek. A Jóisten nem ver minket. A Jóisten mindent a mi érdekünkben tesz, és kérdés, hogy értem, vagy nem értem, hogy mi történik velünk.